közelítés, a faanyag felkészítési helyre történő kiszállítása. A közelítés lehet előközelítés és kiközelítés. Az előközelítés a faanyag vágás terén történő mozgatását jelenti, célja a faanyag koncentrálása, hogy a kiközelítést végző eszköz munkavégzése minél hatékonyabb legyen. Az előközelítés során kis teljesítményű gépeket használunk, a kis teljesítményű gépek súlya is kicsi, ezért rögzítenünk kell őket, hogy ne mozduljanak el a vonszolás során. Ennek a rögzítésnek az egyik legkíméletesebb módja az úgynevezett kimélő kötél, ami nem károsítja a törzset, amihez rögzítjük az eszközt. Látható, hogy egy burkolt kötél, ami szépen átölelő fát, és így semmilyen károsodást nem okoz a visszamaradó törzsben. A drótkötélhez védőkesztyű nélkül nyúlni tilos. Az előközelítés során fontos, hogy gyorsan tudjunk kapcsolatot létesíteni a fával, és ezt a kapcsolatot gyorsan is tudjuk oldani, erre alkalmas eszköz a chuffling. A beütést a széles, az oldást a keskeny felületen hajtjuk végre. Az előközelítés fordulni fog, ezért a visszamaradó állomány védelméből különböző védőeszközöket teszünk ki, mint a látható X a fatörzs mellett. A törzs súlyától függően több kapcsolati elemet is használhatunk. A chuffling könnyen oldódik pár ütéssel. A kisebb törzseket kézi erővel, römkolló segítségével is rá tudjuk helyezni a rakoncára. A visszamaradó állomány érdekében fontos a rakomány előkészítése, hogy a közelítendő törzsek könnyen egymás mellé csúszanak. Ehhez a munkához különböző kézi eszközöket használunk, például römkollót és capint. A rakomány gerincét a főkötél adja, a kisköteleket feltesszük az adott törzsre, csatlakoztatjuk a főkötélhez, és hátulról előre képezzük a rakományt. Ügyelünk arra, hogy lehetőség szerint feszes kötelet hagyjunk magunk mögött. Ez azért fontos, mert a feszített kötél nehezebben oldhat ki. A rakomány helyes kialakításával is védhetjük a visszamaradó állományt. Ha szükséges, leeső ágakat vagy hajk darabot tegyünk a védendő törzs elé. Mozgó rakomány és a csörlőzést végző gép között tartózkodni tilos. Feszes drót kötélnél a rakományban munkát végezni tilos. Feszes vagy mozgó drótkötélhez nyúlni, azon átlépni tilos. A visszamaradó állomány védelmének érdekében terelőcsigát is alkalmazhatunk.
A mozgó rakomány, a terelőcsiga és a csörlőzést végző gép által bezárt szögben tartózkodni tilos. A elcsörlőzött anyagot kivonszoljuk a fő közelítő nyomra. A cél az, hogy a vonszolási távolság a lehető legkisebb legyen a kisebb vonszolási kártétel miatt. Mozgó rakományt völgy felüli oldalon kísérni tilos. A faanyagot mindig a kisköteleknél akasztjuk ki a rakományból. Így nem kell a köteleket kézzel kicibálnunk, a csörlő kihúzza az összes kötelet a fatörzsek közül. A közelítő nyom mellé vonszolt faanyagot rakodógéppel felterheljük a közelítőkocsira, és így keréken visszük ki a rakodóra. A visszamaradó állomány védelmében fontos a közelítendő faanyag hosszának meghatározása. Az így kiközelített faanyag a rakodón kerül felkészítésre.